Most egy hajókiránduláson vagyunk, Arizona államtól messzebb, ez egy 120 kilométeres mély édesvízű tó, mindenféle vízi sportolások, kempingek, jetski, motorcsónak, egyebek vannak. Ez egy nagyobb hajó, amin mi utazunk, és ilyen gyönyörű sziklás vidéken. Tehát olyan, mint a Grand Canyon tulajdonképpen, ez a vulkánikus közet, vulkánikus hegy, ami szárad, hogy úgy mondjam. Kaktuszok, növények, szokásos sas madarak, és esetlegesen is voltak fehér kecske, de szirti kecske, és még néha óriási szerencsével egy-egy párkusz is fel lehet. Csodálatos. Felhős időben indultunk. Tulajdonképpen ez még szerencsésnek is mondható egy ilyen hajónknál, hogy nem égünk rongyá. Bármilyen programon részt vettem, elsősorban szólítják az időseket, a mozgáskorlátozottakat, a nehezen menőket, aztán a gyerekes szülőket, gyerekekkel. Egyébként a repülőgépre is már így lehetett felszállni. És utána jöhet tulajdonképpen az egészséges ember, bármilyen korosztály. Hát még erre is odafigyelnek, hogy aki nehezebben mozog, vagy kisgyerekkel van, akkor az előbb foglalja el a helyét bármi. Természetesen ezen a hajókiránduláson is így van. Itt lehet látni kis csónak a kenuba, a kempingezőket. Tehát ez egy mekkora kiterjedésű a tó? Mekkora kiterjedésű a tó? 30 km hosszú. 30 km hosszú. Hát ez most mi? Végig megyünk. Looking off our right over here, we can see a small sleeping lagoon right next to a primitive picnic and camping area currently occupied by a pontoon boat over there. Overnight boating and camping is permitted here on our lake, so we have many such areas as these.
Most of our very primitive and accessible only by boat. Camp here for about 2 weeks, and then you need to pick up and move to a new location. Camping, meg egy ilyen kis, ahol ki lehet kötni, és ott két hétig lehet campingezni, utána kell új helyet, tehát egyszerre két hétig lehet egy helyen. Small cacti over here that look like antlers of a deer gone awry, these are called the buckhorn choya, because they look like the antlers of a deer gone awry. Anyway, also too, there's a those round cacti that are all connected together in random fashion are from the choya family as well, a distant cousin there. Those also often